Üdvözlöm tisztelt nézőinket a Lólépésben SAK magazin 2018. szeptemberi adásában. Gunyec Zoltán műsorvezető vagyok, a mai műsort ö, egyedül fogom vezetni. Mivel műsorunkban mindig beszámolunk a megye, a város és a régió is az ország SAK eseményeiről, most, 2018 nyarán zajlott fontosabb eseményekről kell beszámolnom. Augusztus közepén rendezték meg a Zemplén kupát szerencsen, amelyről már a nyomtatott sajtó hasábjain tudósítottunk, szintén úgy internetes felületen, tehát a Zemplén kupa ö, nyíregyházi sak sikert hozott. A Megye legerősebb sakcsapat a Nyíregyházi Sportcentrum játékosai diadalmaskodtak az Emplén Kupán, ugyanis az A csoportot kisebb-nagyobb meglepetésre a Nyíregyházi Sportcentrum eljátékosa Tiba Mester nyerte meg, mégpedig veretlenül igen kiváló játékkal. A B csoportban pedig a Nyíregyházi Sportcentrum 16 éves ifjúsági játékosa Varga Marcel diadalmaskodott. A szerencsi versenyt követően rendezte meg a Megyei Sakszövetség a hagyományos nyírségi tornát, 37. alkalommal rendezte meg a nyírségi Vidor Fesztivál nemzetközi sakversenyt a Megyei Sakszövetség, nem is csupán egy versenyt, három versenyről volt tulajdonképpen szó rendezett a szövetség egy hétfordulós nemzetközi sakversenyt, egy főversenyt emellett rendezett augusztus 25-én a Kossuth téren egy nagy szabású villámversenyt ami azt jelentette hogy a sakkozóknak az egész partira fejenként három perc és lépésenként kettő másodperc többletidő állt a rendelkezésre, és a verseny követően augusztus 27-én egy nagyszabású rapid versenyt rendezett a szövetség, amelyen 20 perc gondolkodási idő állt valamennyi sakkozó rendelkezésére, lépésenként három másodperc többletidővel. A tavalyi évhez képest a nyírségi torna igen sokat fejlődött, létszámban is, minőségben is. Nemzetközi mesterek és fidemesterek egyaránt neveztek a nyírségi tornára. Talán a legismertebb név az, induló, az elindult mesterek közül Orsó Miklós nemzetközi mester, aki valamikor régen, jó 33 évtizeddel ezelőtt Ribli Zoltán világbajnok jelöltnek volt a Szekondánsa, tehát az első számú segítője volt Ribli világbajnok jelöltnek. Elindult a tavalyi bajnok Csiri Kandrás pide mester és más olyan mesterek, akik Korábban már nyertek versenyt, nyerték a nyírségi tornát, ilyen volt Ungváról Vasili Prokopisin fidemester, vagy a pár éve szintén meg ö, tornagyőztes Mester Gyula fidemester, és indultak olyan mesterek is, akik korábban még nem játszottak, illetve nem indultak ezen a versenyen. A mesterek csoportja, mert hogy ilyen is van minden évben a nyírségi tornán, melyen hagyományosan már sok éve négy csoportban rendezzük meg a küzdelmeket. Van egy mesterek csoportja, van egy 2000-es nemzetközi értékszám alatti csoport, van egy C csoport az alacsonyabb nemzetközi értékszámoknak, és van egy D csoport, ami a gyermekeknek a csoportja. Tehát az A csoportban váratlanul a nyíregyházi sportcentrum fiatal titánja, leendő mestere, a véleményem szerint mestererejű Vacsírja Andris ö, nyerte meg, mégpedig káprázatos játékkal. Kettő döntetlen játszott az egész versenyen, és a többi partiját megnyerte. Ez azért is volt ö, rendkívüli siker Andris számára, mivel ö, nem volt az első ördben az indulók ranglistáján, tehát nem volt a bajnoki címnek a várományosa. A legmagasabban jegyzett sakkozó Mester Gyula Fidemester nemzetközi értékszáma mintegy 200 200-al volt magasabb Andrijétól. Indult a versenyen még a Nyíregyházi Sportcentrumnak más mestere is, ilyen volt Orosz Robert Fidemester is, és igen sok más mester. A mesteri csoportban eleinte a mesterek fejfej -fej mellett haladtak. Sajnos Orsó Miklós nemzetközi mesternek hamar ki kellett válni a mezőnyből két parti megnyerése után, a harmadik fordulótól ki kellett szállni a versenyből. Minden esetre a mesterek a későbbiekben fejfej -fej mellett harcoltak és küzdöttek. Ö, az igazi ö, Szétütés az utolsó előtti fordulóban volt, amikor is ö, a kiváló Mester Gyula, aki képes az nb 1 is sorozatban partikat nyerni, egy igen erős és híres hakkozóról van szó, világos figurákat vezette Vacsília Andrissal szemben, és Vacsíliának sikerült egy káprázatos partiban legyőznie Mester Gyuszit. Ezt a partit szeretném is majd a tisztelt nézőknek bemutatni. A mesterek csoportjában második helyen szintén ö, nyíregyházi siker született, a kiváló orosz Robert Fidemester futott be a második helyre, aki a nyíregyházi sportcentrum mestere, és a harmadik helyre került Mester Gyula a B csoportban nem nyíregyházi siker született, a szentesi NB2-es csapat egyik kiváló játékosa, Hajdú István teljes pontelőnnyel nyerte meg a B csoportot, csupán két döntetlen engedélyezett az ellenfeleinek, és a második, hetedik helye holt verseny alakult ki hat sakkozó között. A sakkozó között voltak Szabolcs megyeiek, Budapesti is, mindenféle városból származó sakkozó. A C csoportban ungvári, illetve nyíregyházi sportcentumi siker született, ugyanis a C csoportban egy ungvári fiatalember, 10 éves, 11 éves fiatalember, Hurkovszki futott be a félpont előnyel a versenygyőztesek közé. 6 és fél ponttal nyert a nyolc fordulós C csoportot, mögötte pedig egy nyíregyházi fiatalember, Bartalos Bence volt egyedül, második hat ponttal, és három, öt és fél pontos osztozott a harmadik, negyedik, ötödik helyen. A D csoportban pedig, képzeljék el tisztelt nézőink, négyes holtverseny született. A holtversenyes elsők között ketten is az új nyíregyházi sakcsapatnak, a nyíregyházi egyetemnek a, az ifjú gyermekkorú sakkozói. Egy Máté Szalkai igen tehetséges fiatal kislány volt még, volt versenyben az első, és a Nyíregyházi sportcentrumnak az egyik ö, ifjú, tíz éves ö, sakharcosa volt. Ők név szerint a Nyíregyházi Egyetem részéről Sivadó Márton Barnabás, ő neki kellett juttatni a bajnoki címet, hiszen a holtversenyt eldöntő buholc tényező, buhölc értékelés őt ö, kedvezményezte, aztán a Nyíregyházi Egyetem sakkozója még Simon Örs. A Máté Szalkai kislány pedig Pap Regina, aki ha tovább folytatja a sabeli tanulmányait, még sokat fogunk róla hallani, és holt első helyre futott be a Nyíregyházi Sportcentrum részéről Ferkur Donát. Donát egy ideig vezette egyedül a versenyt, aztán megbicsaklott, és ö, két vereséget is begyűjtött, de szép hajrával visszaküzdötte magát a holt versenyes élre. A Főverseny tehát a mestere csoportjában Vacsija Andris nyerte, és András diadalmaskodott a villámversenyen is. A villámversenyen 44 sakkozó indult el, a Kossuth téren, Nyíregyháza főterén volt megrendezve a villámverseny, igen, látványos körülmények között a zenei aláfestést egy koncertre hangoló énekes, talán Pápai Joci adta meg. Minden eset, igen sok néző előtt derült ki, hogy a legjobb villámsakkozó, akárcsak a mesterek csoportjában, Vacsírja Andris lett. Vacsirja megnyerte tehát a villámversenyt is, második helyre ö, befutott orosz Robert Fidemester, és további díjasok voltak még Pap Levente Miskolcon, és következtek a mesterek Prokopisin mester, Csirikandrás és, és ö, sok más sakkozó. Az augusztus 27-én megrendezett Rapid versenyen már csak arra voltunk sokan kíváncsiak, hogy Vacsilia mester hármast ére el, és meg tudja-e nyerni a főverseny mesteri csoportja, a villámverseny mellett még a Rapid versenyt is. Nos hát, Vacsiliand is ott volt az élen folyamatosan, őt azonban megelőzte orosz Robert Fidemester, Vacsiljának a második hely jutott a rapid versenyen, így a Nyíregyházi Sportcentrum kettős győzelmet aratott el. Ez a kettős győzelem azonban nem kettős győzelem, hanem hármas győzelem, ugyanis a rapid verseny bronzérmes helyezését, harmadik helyezését a Nyíregyházi Sportcentrum ifjú titánya Varga Marcell érte el, így tehát az első három helyet a Nyíregyházi Sportcentrum játékosai érték el. Emlegetem folyamatosan a Nyíregyházi sportcentrumot, két okból is. Egyrészt azért, mert büszke vagyok a sportcentrum játékosainak a sikerére, én vagyok a sportcentrum szakosztály vezetője és csapatkapitánya, másrészt pedig szeptember 23-án indulnak az MB2 küzdelmei, ahol ö, igen erős csapattal indul el a Nyíregyházi sportcentrum, Sikerül, ö, sikerült erősíteni a korábbi csapatot, és igen vérmes reményei vannak a sportcentrum, nagyon szeretnénk megnyerni az NB2-t és feljutni az NB1B-be. A hagyományos NB2-es csapat a megyéből még a Tiszavasvári, amelyik a középmezőnybe várható, biztos, hogy nem fog kiesni az NB2-ből, valahol a középmezőny tájékára várjuk a Tiszavasvárit. A Korábbi Piremonból, NB2-es múltú Piremonból alakult át a Nyíregyházi Egyetem sportegyesület, a Nyíregyházi Egyetem pedig jogot szerzett arra, hogy az MB2-ben induljon. A mai napig még nem tisztázott, hogy mennyiben sikerült a Nyíregyházi Egyetemnek erősíteni, bízunk azonban abban, hogy az MB2-ben derekasan fognak harcolni az egyetemi ö, csapatnak a játékosai, meg sem legyinti őket a kiesésnek a szele, és tartósan stabilan ö, három megyei csapat, ebből két nyíregyházi csapat fogja képviselni, Nyiregyháza, Város és a megye sakkultóráját az NB2 küzdelmeiben. Illetve reménykedünk abban, hogy a továbbiakban csak kettő, mert a nyíregyházi sportcentrum egy szinttel feljebb tud lépni, az NB2 küzdelmeiről a későbbi adásokban tudósítani fogjuk tisztelt nézőinket. Most pedig, miután beszámoltam a, a legutóbbi sak történésekről partit szeretnék bemutatni, és természetesen más parti szóba sem jöhet, mint a tornagyőztes Vacsirja Andrisnak a sorsdöntő partija a mesteri csoportban. A világos figurákat Mester Gyula vezette, a sötét figurákat pedig Vacsirja Andri, aki a Nyíregyházi Sportcentrum játékosa. Gyula, aki egy kiváló taktikus és retteget ellenfél a versenyeken és a csapatbajnoki találkozón, e nyitott, amire Andri c 5 válaszolt. Ez az úgynevezett szicíliai védelem. Huszár F3, erre több folytatás is választható. A D6 és E6 közül Andri ezúttal a D6-ot választotta, amire természetesen D4, Üt D4, és Mester Gyuszi egy ritkább változatot választott. Az esetek döntő többségében ugyanis világos ilyenkor a huszára vissza D4-re, de Gyula vezére D4-re ütött vissza. Ezt a változatot egyébként olyan 80 évvel ezelőtt a magyar Steiner testvérek népszerűsítették, játszották viszonylag gyakran. Tehát vezérű D4-re huszár C6 következett, vacsilja igyekszik támadni a centrumba bemerészkedett vezér, erre futó B5 következett, és a B53-as kódó szicíliai védelmű megnyitásban vagyunk. Futó B5-re futó Dénes 7-es, és Gyula leadta a világos mezeű futóját, futóüt C6, futóüt C6. Gyula az elmélet szerinti jót, Huszár C3-at lépte, amire Vacsilja egy, egy, ritkább folytatást választott, H6-ot. A H6 ugyanis a futó g kitámadást igyekszik megakadályozni, ez előfordult közel 20 évvel ezelőtt Linaresben egy Swidler kasparov partiban, amelyben Swidler egyenlő állást ért el Kasparovval szemben. A H6 lehetséges, hogy kisé váratlanul érte Mester Gyulát, ő ugyanis vezér D3-mal folytatta, noha talán a Futó E3 egy másik folytatás lett volna esetleg ajánlható, tehát Futó E3, Huszár F6, Hosszú Sánc, E5, vezér C4, vezér C8, huszár D2, védeni kell ugye a, az E4 gyalogot, futó E7, F3, rövid sánc, és ebben a partiban, amelyben a világlassz is szó, Veszli vezette a sötét figurákat, sötét már egy kissé jobban állt. Az állás meghatározó jelentőségű a d szempontjából, tehát úgy tűnik, hogy a D5 pont világos birtokában van, de ez nem pontosan így van, mert világos képtelen csak tisztekkel elfoglalni a D5 pontot, és ha tisztet helyezne el a D5 ponton, akkor ott cserék után gyalog kerülne D5-re, és a D6 gyalog visszamaradt volna, semmiben sem jelentkezne. Térjünk vissza akkor vezér D3-hoz, és uh, itt vacsiának kellett választani, hogy uh, milyen folytatást választ. Belemehetett volna e hét előttel az imént bemutatott változatnak a logikai vonalába, de hát az egy, az egy másik uh, parti lett volna, ha e 5 húzott volna, akkor természetesen annak az lett volna az értelme, hogy az f 3 ra nem lehet beugrani D4-re, és leigazolni a C6 pontot, de András egy 20 F6-ot lépett, egy más logikai fonalba terelve a partit. Tehát huszár G8 F6, És most tulajdonképpen Gyulának el kell dönteni, hogy milyen folytatást választ. Rendelkezésre állott a Huszár D4, ami egy teljesen logikus és értelmes lépés, visszaűzte a futót D7-re, amennyiben ugyanis e válaszolt volna, akkor Gyula F3-mal stabilizálja a centrumot, és a sötét mezőkön mozgó futója meglehetősen erőssé vált volna. Ez előfordult egy zsigálkó bielov partiban. A Huszár D4-re András visszavonult a C6 futóval D7-re, és Gyulának a, a, a taktikai vénája beindult, egy ö, érdekes új lépés húzott, belőzte az F3-mal kapcsolatos ö, felépítést, azonnal F4-et húzott, úgy gondolta, hogy most rátámad tulajdonképpen a centrumra. Persze, F3-ra következhetett volna E5 is, de, de, de E5 után az egy másik parti lett volna. Erre is előtt következett, amire Huszár, Dénes ötöt, ö, Huszár Béla 5 húzott, Gyula, mint egy megkérdezte vacsírját, hogy mit szándékozik tenni a D6 visszamaradt gyaloggal, erre természetesen futó C6 következett, visszalépett a futó C6-ra, hiszen már onnan nem tudja előzni Gyula a D4 huszárral, és erre következett a beugrás, huszár üt D5, huszár üt D5, e D5, és Vacsijának itt döntenie kellett, hogy... Mit csinál a futójával? A világos mezelyű futót lecseréli-e a, a B5 huszára, és vezércsere elé néz. Ez neki egy kicsi rosszabb állást eredményezett volna, ezért gondolkodás nélkül futó d hetet kellett húzni. Gyula fejlődött a futóval is, futó C1-E3 nem ütött be természetesen előtre, hiszen a királya még középen van, amire Vacsilja A6-tal elő, előzte az előre merészkedett huszárt. Az természetesen C3-ra vonul vissza, és itt egy egy pozíciós szempontból nagyon szép tervet, nagyon okos tervet valósított meg vacsilja. Úgy néz ki, hogy világos kisé előnyben van, két könnyű tisztel kifejlődött vezére játékban, van némi térelőnye, és Andrásnak a futópár, mint pozíciós előny ellenére, térhátránya van és fejlődési hátránya, van egy nagyon jelentős de. Vacsirja ugyanis beadta a vezér H4 sakkot, amire G3 következett. Ki kellett védeni a sakkot, ha nem húz G3-at, akkor vacsirja sötéttel, előtte be tud ütni F4-re, és ezzel tulajdonképpen gyalogot nyert volna. Ez, ez a G3 kikényszerítése, ez egy pozíció szempontból rendkívül erős lépés volt, tekintettel arra, hogy most Mesternek az állásában a világos pontok teljesen elgyengültek. Tehát a sötét pontokkal nincsen gond, de ha számításba vesszük a H3, G2, F3, G4, F5, E4 pontokat, akkor azt látjuk, hogy... hogy ott világos, érezhetően gyengébb, és a következő de az, hogy világosnak hiányzik a világos mezejű futója. Egy huszárja van, amivel őrzik kellően a vezérrel együtt az E4 pontot, de világos király szárnyában pozíciós hiányosságok figyelhetők meg. Vacsirjának el kellett lépni egyébként a megtámadott vezérrel, vagy G4-re, vagy H5-re. Hát érdekes lépés lett volna vezér G4 is, ő a H5-öt választotta, tehát vezér H5, amire Gyula tisztázatlan állást vállalva hosszúra sáncolt. Következett Bástya C8, ami, ami egy érdekes lépés, természetesen logikus a bástya C8, mivel játékba hozza azt a megmaradt bástyát is, és, és ennek ellenére a futó F5 talán, talán erősebb lett volna. Futó F5-re vezér C4 és futó ehét kínálkozott lehetőségként. András a, a, a parti hevében ekkor már igencsak fogyasztották a gondolkodási időt a, a harcosok, a bástya C8-at részesítette előnyben. Én úgy látom, hogy ezek után Gyula rosszul válaszolt a partiban, bástya F2-t lépett, noha bástya e 1 et lehetett volna húzni, amire f 6 5 f 5 f 5 e 5 lehetett volna. Bástya F2 viszont, viszont tehát érthető természetesen, hogy védeni akarja a második sor Gyula, érthető természetesen minden, de valahogy mégis én azt hiszem, hogy megkérdőjelezhető. Nem akarok okoskodni annyira, hogy Gyulának a játékát és a lépéseit kritizáljam. Én mégis úgy látom, hogy ez a Bástya F2 Érdekes lépés, de nem hiszem, hogy a legjobb lett volna. Jának ezek után már ö, folytatni kellett a partit, tehát a bástya F2-re kellett a kezdődő időzavar dacára ö, lépést keresnie és lépést találnia. Természetesen a világos mezőkön ö, erősített beadta a futó F5-öt, amire vezér D2-t húzott Gyula ezek után F6-tal alátámasztotta az E5 pontot is, Gyula pedig cserélt F5, E5, F5, E5. Természetesen Szóba jöhetett volna még az, az F is, de András a D gyaloggal ütött vissza, és megengedte, hogy, hogy mesternek megszaladjanak a, a gyalogjai a vezérszányon, mint látjuk majd a későbbiekben, a C és D gyalogok szaladtak meg. Talán F gyaloggal lehetett volna visszaütni, és Bástya A F1-re futó H3-mal megkérni az F1 Bástyát, hogy talán menjen el az alapsoron máshová. Minden esetre következett ö, futó B6, ezzel a lépéssel Gyula a D5 gyalog átváltozási mezejét igyekszik ellenőrizni és egyéb fenyegetéseket végrehajtani, de ez a lépés mégiscsak kérdőjelezhető. Talán jobb lett volna azonnal D6-tal előre nyomulni, amire Básta C6 következhetett volna. Gyula azonban a futó B6-ot választotta, és erre Vacsirja futó D6-tal lestoppolta az előre merészkedett gyalogot. Gyula Bástya H, ö, A F1-et húzott, amire következett ö, futó H7. Ez egy rendkívül talányos lépés amelynek az értelmét a tábla mellett nem is nagyon láttam, figyelemmel kísértem ugyanis ezt a partit. Gyula következő lépése pedig vezér E3 volt. Erre következett vezér G4, bástya F4, nem üthető a bástya, hiszen kötésben van a vezér, vezér D7, huszár E4. Úgy tűnik, hogy, hogy Gyula erős taktikai fenyegetésekhez jutott, vacsirja azonban elsáncolt, amire Gyulának a bástyával vissza kellett vonulni F2-re. És most Andrásnak beindult a gőzhengere a támadás F5 a huszárnak el kellett lépnie, leütötte a futót, vacsírja visszaütött a vezérrel, ellenkező színű futós állás alakult ki, amelyben, mint jól tudjuk, a támadó félnek van előnye. Vezér B3-mal kötést hozott létre, Gyula F4 következett, C4. Mester tehát a C és D gyaloggal igyekszik előre nyomulni, erre következett futó E4, Bástya E1, és erre vacsírja megóvta a futót és az E4 pontot vezér G6-tal. C5-tel indult a gőzhenger a gyalogokkal, király H7 felszabadította a kötésből a királyt, C6 következett, ami azt hiszem, hogy a parti hevében elkövetett hiba, hiszen D6-tal kellett volna folytatni, amire futó C6 jöhetett volna. Gyalogüt C6 és D6-tal futtatta Gyula a gyalogot, bástya B8 következett, D7, bástya üt B6, hát ehelyett C5 lett volna ajánlható, vezérült B6, gyalogüt G3, bástya üt F8 gyalog üt H2, és az óriási anyagi előny dacára Gyula kénytelen ö, kezet nyújtani, hiszen ö, néhány lépésben matkot kap, következhet vezér G2, király E3, vezér G3, király E2, és ö, vezér D3 következhet, király F2, vezér D2, Király G3, és itt végérvényesen kénytelen feladni Gyula, ugyanis következhetett volna vezér G2, király H4, G5, király H5, és Vacsirja választhatott volna a vezér H3, vagy a futó G6 mattokban. Óriási feszültségű parti volt, remélem tetszett a tisztelt nézőknek. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, tisztelt nézőink, sajnos műsoridőnk végére érkeztünk, viszontlátásra!